gyümölcsöves főzéssel után gyakran előfordul az, hogy szeretnénk minél hamarabb elfogyasztani, ezért hűtésre van szükségünk, mert gyümölcsöveset általában hidegen szeretjük fogyasztani. A házi asszonyok ezt úgy szokták megoldani, hogy a moskatosba hideg vizet engednek, és lábosos tornára rakják a gyümölcslevest, és így hűtik le. Ezt a folyamatot szeretnénk modellezni a kísérletünkkel is. Jelen esetben két főzőpoharat fogunk használni, egy 600 ml-eset és egy 250 ml-eset. Mindkét főzőpoharban vizet öntünk, a nagy főzőpoharban lesz a hideg, és a kicsi főzőpoharban öntünk bele forró vizet. Ez szimbolizálja a levest, és szenzorok segítségével fogjuk folyamatában végigkövetni a változásokat. Két darab termoszenzort helyezünk a főzőparagba, egyiket a hidegvizesben, másikat a melegvizesben. Ezt követően a szenzorok az adatokat, az átadott adatokat átküldik a mérésadatgyűjtőnek, a mérésadatgyűjtőtől pedig eljut a számítógéphez, a számítógép szoftverében pedig majd nyomon követhetjük az eseményeket. Mielőtt azonban ezt megtennék, be kell állítani a mérésadatgyűjtés módját. Le tudjuk ellenőrizni a hőmérőszenzorok, hogy jelen vannak. Következő lépésben a beállításnál a mintavételezés gyakoriságát lehet beállítani. Ezt 10 minta per másodpercre állítjuk be, és az ezt követő lépésben pedig a mérés időtartamát tudjuk beállítani. De nem tudjuk, hogy mikor egyenlítődik ki a hőmérséklet, ezért folyamatosan állítjuk a mérést, és majd kézzel megállítjuk, amikor szükséges. A finish gombbal a beállítást végrehajtottuk, és indulhat a mérés. Start nyomó gombot lenyomásával. Nyilván jól látható, hogy az időfényében az egyik, illetőleg a másik hőmérsékleti érték külön grafikonon jelenik meg. Kék színű a hidegvíz, piros színű a melegvízhez rendelt grafikon. Jelenleg még a két főzőpár külön van, most van ez a folyamat, amikor belerakjuk a nagyobbik főzőpárba a kisebbik főzőpárra, és szépen megfigyeljük, hogy nyugalomban hagyjuk, hogyan miként alakulnak a hőmérsékletek. Aztán jól látható a diagramon, hogy igen intenzíven elkezdett hűlni a meleg víz, és annyira intenzíven nem, de elkezdett emelkedni a hideg víznek a hőmérséklete is. Kezdetben 18 fok körül volt a hideg víz hőmérséklete, és 73 fok körül a meleg víz hőmérséklete. Eltelt 10 perc, ez 600 szekundum, és lassan a két szenzor a közel azonos hőmérsékletet mutat. A hidegvizes szenzor 31,7, a melegvizes szenzor pedig 32,4 fokos Celsius-fokos hőmérsékletet mutat. Természetesen ez a hőmérséklet érték, ez nem a tényleges közös hőmérsékletet jelenti, hiszen ha megemelem a hőmérőt, akár a melegvizes, akár a hidegvizes főzőpohárban, lehet látni, hogy egyből magasabb hőmérséklet értéket mutat. Ez annak a következménye, hogy a nyugvó folyadék esetében a hőmérséklet a melegvizes folyadékban, a felső rétegben melegebb hőmérsékletet mutat, hiszen a meleg víz sűrűsége az kisebb, mint a hideg víznek a hőmérséklete. Ugyanez megfigyelhető a hidegvizes főzőpohárban is. Itt is a felső rétegben melegebb a víz hőmérséklete, mint az alsó rétegekben. Ha tényleges közös hőmérsékletet szeretnénk meghatározni, akkor a legegyszerűbb módszer az, hogy a melegvizes pohárban lévő vizet
beleöntöm a hidegvizes főzőpohárba, és kevergetéssel szépen egy bizonyos idő után a valódi közös hőmérsékletet kapjuk meg. Lehet látni azt, hogy az előző 31-2 fok körüli hőmérséklet volt, ez azért egy, és valójában ez 40 Celsius fokot jelent, mint tényleges közös hőmérsékletet. Köszönöm a figyelmet!